Nekem van egy alapélményem veled kapcsolatban, és a közönség nem hiszem, hogy lát ilyennek téged, de én mindig érzek benned egy elégedetlenséget, vagy saját magaddal, vagy azzal, ahova téged tesznek. Hát van is, és nem, azt mondod, hogy a közönség ezt nem látja. Nem tudom. A közönség nem akarja tudni az én, meg szerintem senkinek a szomorúságát, negatív oldalát, problémáit. Nem akarja, nem akarja. Ez egy részről valahol bántó, másrészről viszont teljesen egyértelmű, hiszen ő a bohócot megnézi, tehát ő szórakozni akar, ő röhögni akar, beül, jegyet vásárol, eljön, megtisztel azzal, hogy megnéz engem. Ő nem akarja az én nyűgjeimet, és el kellett, hogy teljenek ehhez évek, hogy én ezeket is tudjam hova tenni. Persze, hogy abszolút elégedetlen vagyok mindennel. Engem ez hajt, ez a katalizátorom egyébként. Tehát én ezt jó célra tudtam fordítani. Más ember a depresszióját azt kórházba csúcsosítja ki, és gumifalak között. Én ezt valahogy átalakítottam. De a depressziónak nevezed? Valahol, ugye depinek mondjuk, amikor rossz kedvünk van. Tehát egy betegséggel szoktuk definiálni, amikor rossz kedvünk van, ez hülyeség. Akkor van a klinikai depresszió, amikor az ember már ilyen. Valahol a kettő között van ez persze, ez mindig bennem volt. De mitől? Ezt nem lehet tudni. Ez egy típus, ezt az ember hozza magával. De téged nem zavar, hogy folyamatosan zavar valami? Ezt így még nem gondoltam végig. Próbáltam, nem tudom magam boldoggá tenni. Ne megpróbáltam, tényleg. Ez ilyen embereket valószínűleg zavarja mindig valami. Igen. És én igyekszem, ugye nagyon szépen tetted fel a kérdést, hogy nem zavar-e, hogy zavar állandóan valami. Én azt mondanám, hogy nem törődök azzal, hogy nem törődök vele. Aha. Én ezt ignorálom. Annyi jó dolgot is lehet csinálni, és annyi pozitív dolog is ér, hogy ha nem is ellensúlyozza, de azért az egyenleg mindig nullán van. De akkor mi bajod van, ha annyi pozitív dolog ér? A feleset, ugye ilyen típus vagyok. Hát most vannak ezek a melankolikusabb típusok, vannak ezek a hiperaktívak. Annyi mindent elfogadunk, annyi mindent elnézünk. Hát én meg ilyen vagyok, viszont nem ártok senkinek. Évekkel később tudtam meg, hogy volt olyan ismert kollégám, akivel egyébként nem is voltunk rosszba, aki engem az újonnan csatlakozó stand-uposoknak úgy mutatott be, hogy velem vigyázni kell, mert én egy beteg ember vagyok, és ne tartózkodjanak a közelembe. Ezt nem tudom, mire vélte, mert én nem az a rosszfajta depis vagyok, aki ráragasztja az emberekre a rossz kedvét. Pontosan a mai napig ugyanaz van, mint a baráti társaságban 25 évvel ezelőtt. Beülök középre, és addig, amíg nem látom, hogy mindenki vigyorog, addig én nem érzem jól magam. És tehát én szórakoztatni szeretek. És nálam ez nem a színpad. Nálam azt szoktam mondani, hogy valaki azt mondta rólam, hogy én ugyanazt csinálom a színpadon is, csak annyi, hogy mint a pultnál elkezdem, csak felmegyek közbe. Nálam inkább a helyszín szokott változni. Én ez a 0-24-es ember vagyok. Próbáltam ebből a jót kihozni, de azt vettem észre, hogy inkább ki kell dekázni. Van ez az orvosi kifejezés, hallottad? Majd titrálni valamit, hogy nagyon aprólékosan kimérni. Aha. Azt szereti a közönség. A művész a színpadon legyen aranyos, kedves, aztán igenis legyenek allűrjei. Sötét autóval jöjjön, amit nem ő vezet. Ezt szeretik. Nem baj, ha nem fényképezkedik velem, nem baj, hogyha szarik a fejemre. Akkor is imádom. Tehát kell nekik. Ezzel nem leszel több meg jobb, hogy te címbi maradsz. Én azért szerettem ezt a fajta humoristaságot, amit mi csinálunk, mert mi nem lettünk soha sztárok, van egy-két divatosabb arc közöttünk, de mi sose lettünk sztárok. Mi megmaradtunk a nézők számára, ez a szomszéd srác, ez a haver típus, és az utcán nem úgy mennek oda hozzád, hogy hanem hello, és ez tök jó. Ez tök jó, hogyha sztár akartam volna lenni, akkor valami másba fogtam volna bele. De a humoristának, a stand-up humoristának, dumaszínházasnak azért jó lenni Magyarországon, mert egy csomóan ismernek, de még mindig nem annyian, hogy gyűlöljenek. Mert előbb-utóbb ez a mennyiség átfordul ebbe. Ugye régi veszőparipám ez, hogyha megnézel egy bulvárújságban 5 teljesen különböző cikket, egy való világ sztár, mit tudom én, detoxikálóba került, Vágó István újabb nyilatkozata, a pápa nyilatkozott valamit, feltaláltak egy új gyógyszert, tehát 5 teljesen különböző cikk, ugyanazok a kommentelők vannak ott, és ugyanúgy mindegyikre írnak valami durvát. Nem lehet ugyanaz a bajod egy levitézlett alkoholista sztárral, mint mondjuk Albert Einsteinnel. Nem lehet. Nincs közös metszéspont. És mégis. Szóval ezt a fajta sztárságot szerintem senki nem szeretné. És ha belegondolsz, nem volt ez könnyű, de sikerült kivitelezni, hogy Duma Színházas, Sódel Klubos arc nincs címlapokon. Mi sokkal több tévéműsort csináltunk, mint egy csomó más valaki, aki ott van a címlapokon nap, mint nap. A bulvár egy ideig próbálkozott, aztán feladták.
ez egy nagyon jó kis megegyezés volt egymás között, hogy, hogy nem, és ez nem egy, nem utasítom el a bulvárt, csak amikor valamelyik nap is felhívtak, ez a gyertek át szombat este műsort csináljuk, hogy igaz-e az, hogy te kis Ramona mellei miatt nem tudtál koncentrálni a feladatra. És visszakérdeztem, hogy, hogy te tényleg most ezt kérdezted meg tőlem, hogy erről akarsz cikket írni. Tudom, hogy melyik újságnál dolgozol, de ez még oda is kevés, hogy, hogy töltsük már meg tartalommal. Gondolod, hogy azt igen, lehet? Igen. De lehet. Minek? Mert tartalomra szükség van. Hát könyörgöm, ne csak egy hé legyen már minden. Szóval valami legyen már benne. Még ha egy reklámot bújtat ebben, akkor is örülök neki. Legyen tartalom. Ne szóljon egy cikk arról, hogy valakinek összetört a mobilja, hogy valakinek ment a hasa. Legyen benne valami. Nem akarok én nagy dolgokat. Csak amikor jönnek ezzel a fogyókúrával, és engem 11 éve gyakorlatilag ezzel nyaggatnak mindenkinek, ha véletlen nem ez a második kérdés, akkor az első. És el szoktam mondani szépen, hogy annyi minden kis projektet futtatok, amiről szívesen beszélek, hogy, hogy beszéljünk már arról. És jön a válasz, az olvasókat ez nem érdekli. És tényleg az én magánügyem az, hogy az ingatag súlyomat hogy rontom el, és utána hogy javítom ki a saját hibámat. Hogy tényleg ez lenne belőlem a legfontosabb? Hát nem biztos, hogy a súlyod érdekes ebbe. Engem például az érdekelne, hogy ez a hogy rontom el, meg az én ingatag kis hibámat. Tehát, hogy azért az életedben azért ez egy elég hosszan jelenlévő projekt. De nem én futtattam ennyire ezt. Nyilván. Ezt mindig rám nyomták. Szívesen lettem volna én a csapatból a magas, vagy a szép, vagy az okos. De éreztem a dagadt. Hát akár, hát ez nem jó, ez egy nem jó. Figyelj, rögtön skatujákba raktak minket az emberek, azonnal. Az ember szeret skatujázni, mert így könnyebb számára, mint a katalogizáljuk, tudjuk, hogy a K betűnél kell keresni. Ez egyfajta könnyítés az ember életébe. És engem rögtön elkönyveltek, és nem tudtam ebből kitörni. Emlékszem rá, amikor teljesen más típusú sztorikkal jöttem elő, mint a vidéki kövér gyerek, és láttam azokat a megdöbbent arcokat, és muszáj volt visszatérni. Tőlem bizonyos dolgokat nem fogadnak el. Mint az álnéven publikált ilyen melankolikusabb, ilyen, ne használjuk azt, hogy szomorú. Tehát egy olyan tipikusan, mintha az a Dombovári István beszélgetne veled, akivel az első élményed valamiről beszélsz. Hogy azokat a cikkeket így közreadtam, és egyöntetű felcsattanás volt, hogy mi ez? Hát hol volt ebbe a poén? Meg hogy mi bajod van. Orvos jelentkezett, hogy olvasta az írásomat, a Kötéltánc címűt, ahol a szakadék fölött megy az ember, és hogy ő már találkozott ezzel a jelenséggel, és bónusz felajánlja nekem egy kezelést. Tehát így jött egy ilyen privát levél. És nem lehet, hogy van benne valami? Hogy kezelésre hát, kéne járnom? Hogy erről beszél, vagy nem tudom. Tehát én nem olvastam ezeket, amiket írtál. Láttam a Facebookon, hogy van, nem mertem elolvasni. Látod, te is előre skatujázol. Biztos, hogy skatujázom, mert azzal én egyetértek veled, amit mondasz, hogy az életet úgy tudjuk egyébként könnyen működtethetővé tenni, hogy eldöntjük mindenről és mindenkiről, hogy az nekem jó vagy nem jó. Ha nekem az nem jó, akkor elfordítom a fejem és nem foglalkozom vele, ha jó, akkor abból kérek sokat. Ez még rendben is van, tudod, mit rontunk el? Hogy előre döntjük el. Igen. Előre döntjük el. Szóval, hogy kellene kezelésre állnom, egyik legjobb barátom pszichiáter orvos, ő azt mondta, hogy én még nem vagyok klinikai eset, tehát valannyira őszinte, és a Hippokrátesz ilyesküti is lerakta, szóval megmondaná. De ha mégis ilyen vagyok, vagy ilyen lennék, akkor ez nem ezekből az írásokból fog kiderülni. Azok egyszerűen más típusú írások, mint amiket megszoktak tőlem. Tehát én csak azt mondom, hogy nem kell azonnal farkast kiáltani, hogyha az ember egy kicsit így a korlátait kicsit tágabbra veszi. És mégis ezt várják el tőlünk. Kizárólag. Jó, de akkor te behajolsz ennek? Tehát, hogy jöttél a másfajta történetekkel, nem a vidéki kövérfiúnak a sztoriaival, és megdöbbenés volt, és vissza kellett térni. Behajolás helyett mondjuk inkább azt, hogy van a populista szónak egy ilyen negatív felhangja, ugye? De hát mégiscsak kenyeret és cirkusz. Tehát, hogyha ha egyszer a közönség azt szereti, akkor én most menjek neki, Don Quixote, menjen neki a szélmalmoknak. Miért? Hogy jó az nekem, az egómat az helyre teszi? Hogyha egy céges megrendelésen megmondja valaki, hogy ilyen típusú poénokat szeretne hallani, akkor én beleszövöm, de ez nem belehajolás, azért mégiscsak egyfajta kereslet kínálatról van. Én nem tudom, hogy melyik fontosabb neked, vagy mi a fontosabb. Én nem vagyok művész. Tehát én akkor már bohóc vagyok, hogyha valami köznevet kéne adni ennek az egésznek. Tehát én nekem nincs arcpoetikám. Én szeretek szórakoztatni, beszélgetni. Vállaltam olyan fellépést is, ahol azt kérte egy baráti társaság,
hogy üljek le vacsorázni velük egy asztalhoz, és beszélgessünk. Uh-huh. És érdekes volt. Érdekes volt. Most felkértek egy olyanra, hogy limuzinba születésnap lesz, és üljek be hozzájuk. Uh-huh. Ezek érdekes feladatok. Én nem várom el azt, hogy mindig a legjobb körülmény legyen számomra. Tehát nem, engem sem kell mindig kiszolgálni. A legjobb, na, hogy mindenkinek az a jó színpad, jegyvásárló, aki miattad jött be, a művész, vagy a bohóc, vagy az előadó számára ideális körülmények, de én szívesen kimozdulok a komfortzónából, nekem ezzel nincsen problémám. Ez izgat téged? Az izgat, hogy menni fog-e. Uh-huh. És nagyon örülök neki, hogy nem volt még bukásom. Egy-két tévéműsor után jött egy-két feljelentés, de az nem bukás. Hát az nem, az nem bukás. Hát mi a bukás? Mi a bukás? Az megint egy kategória. De azért elég jól körülhatárolható ez. Egy humoristánál mi a bukás? Hogyha nem nevetnek uh-huh. egyértelműen, nem látod a szemekbe a csillogást, és a végén pedig technikailag közlik azt is a szerveződdel, hogy ők nem ilyesmire gondoltak, és nem is fizetnek ki téged. És itt most nem a pénzről van szó, hanem hogy utólag meggondolta magát, mint egy terméknél, amit 30 napon belül visszavihetsz. Uh-huh. Tehát nekem ilyen még nem volt. Szerencsére elég sok réteget meg tudok szólaltatni szerintem, és meg tudok szólítani. Uh-huh. Bármit. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy egyetemi tanár, raffaellós doboznak öltözött asztalok, vagy múlt héten voltam egy biomassa telepen, egy tanya kellős közepén, uh-huh. ahol már földút se ment. És be voltak kicsit ittasodva, leültek, közölték velem rögtön, hogy ez a harmadik buliuk, két Duma színházas már volt nyáron, egy-egy, és mind a ketten elvéreztek. És mondom, hát nagy, semmi, nincs ezzel semmi gond. A kemény magot gyorsan 5 perc alatt le lehet szerelni. Uh-huh. Megvannak ennek a paneljei, magam tanultam meg, nyilván mindenki megtanulta maga. A legfontosabb ilyenkor például az, és ezek a szakmának a rejtelmei, hogy te soha nem mondtad, nálad van a mikrofon, te előnybe vagy, viszont a néző az a szent, aha. ő a megrendelő, a néző, a közönség, a publikum, a nagybetűs, ugye? És nem teheted meg azt, hogy mondjuk azt mondod neki, hogy fogd már be a szádat. Amikor én beszélek, uh-huh. hát itt nem tehetsz meg. Azt kell elérni valahogy, hogy a saját kollégái csendesítsék el. És az azért nem olyan egyszerű, ezt csűrni, csavarni kell. Uh-huh. Ahhoz, hogyha mindig van kemény, mindig van nagy hangú, aki majd ő legyőz, láttam ezt a tévében, ezt én is tudom, semmi gond, nincs ezzel probléma. És egy-két poénnal le kell szerelni, úgyhogy ne tudjon megszólalni. Nekem a spontaneitás az erősségem, viszont ez egyben a trehányságomat, a renyhességemet is jelenti. Én soha nem írtam le semmit, nincsen semmim leírva, semmi. Uh-huh. Van egy-két elképzelésem, miről fogok beszélni, de hogyha valami máson kezdenek el nevetni, vagy látok egy-két arcot, vagy beugrik valami, akkor én viszem szanaszét ezerrel. Nem is mindig találok vissza. Uh-huh. De én a mai napig is, nem tudom, 1500 rendezvény körül járunk, talán én. És... Hogy még mindig jó, amikor, még mindig nincs az a, elvállaltam, megcsinálom, vagy valami. Uh-huh. És, hanem még úgy mindig frankó, de ha véletlenül mégsem, akkor az első 5 perc az felold mindent. Szokták, sok interjút láttam már kollégákkal, mindig mondják, hogy izgulnak, akkor van olyan kollega is, aki egyenest azt mondja, hogy aki nem izgul, az nem is veszi komolyan. Ez hülyeség, ez baromság. Én olyan van, hogy inkább közbe izgulok, és soha nem tartok ettől előre. Én ezt vállaltam, könyörgöm. Tehát az autószerelő is oda mennék, gondolj bele, hogy le tudnád cserélni az olajat? Hú, hát nem biztos, hogy menni fog. Tehát most a legrosszabb, amit el tudsz képzelni, elmész egy fellépésre, ahol várnak téged, kedvelnek, és egy izguló, ideges fellépő. Van olyan kollégám, aki a mai napig így rászkódik, meg fekvőtámaszkodik, és látom rajta, hogy lemered, izzad, és nem kezdőkről beszélek. Hogy őket sajnálom, tehát nekik ezt nem kéne minden áron. Ez tipikusan olyan embernek kell csinálni. Ha vicces. Látod? Hát pont erről beszélek. Máshogy működtök. De látom a szenvedést az arcán. Ha vicces. És megéri vajon 20 perc siker, akkor látom előtte 2 óra hosszán keresztül szenved. Ez nem mindenki extrovertált. Tehát egy csomó ember ezt magára erőszakolta. Valamiért csinálják. Azok is, akiknek ez... Te is, benned is van elégedetlenség, az se egy mondjuk jó érzés, nem? Tehát te is kilódsz dolgokkal, azért hogy színpadra mehess. Én azért azt bent tartom, jellemzően. Hát ki előtt, érted? Tehát az, hogy te látod a kollégádat feszülni a dologban, lehet, hogy téged máshogy látnak feszülni, lehet, hogy
Nem? A néző már se nálad, se a kollégádnál nem látja azt, hogy nekem ezzel csak próbálom én nézni. Én nem azt mondom, hogy ne csinálja, dehogy is, mindenki csinálja, aha, persze. Hanem, hogy olyankor sajnálom, uh-huh, hogy látom, hogy és hogy ismételgeti a vezényszavakat, hogy mi jön. Uh-huh. És ez csak az én belső kis elképzelésem, hogy én görcsösen nem csinálnám. Tehát én úgymond könnyen vagyok, én voltam a suliba a versmondó, én voltam az önkéntes szavaló, aha, én mindig színpadon álltam, én 6 éves korom óta színpadon állok, így vagy úgy. Uh-huh. Nekem nincsen problémám, nekem nincs gond azzal, hogyha egy üres teremben, ahol vannak ugyan 100-an, de senki nem meri elkezdeni a karaokét, én elkezdem. Az első embert röhögik szar rá úgyis, aztán a másodiktól már belendülnek. Nekem ezzel semmi problémám nincsen. Soha nem izgultam, soha nem szégyenkeztem. Én ezt csináltam mindig, kisebb-nagyobb társaságokban. Ez érdekes, hogy miben nem zavar, mert ez azért mind arról szól, hogy az emberek véleménye mennyire számít, vagy nem. Kimész elsőnek, jó, kirőgik az nem érdekel, hogy mit mondanak rólad, nem? Lejössz a színpadról, majd jön a következő, és alakul. A másik oldalon meg, amit mondasz, hogy a komolyabb írásaidnál meg azért mondod, hogy vagy ott sem érdekel, hogy... semennyire nem érdekel, amit visszakapsz? Azért... Dehogy nem, hát én folyamatosan keresem a visszacsatolást, de amikor színpadon vagy, nagyon, nagyon, tehát nagyon egysíkú visszacsatolást kapsz. Nevetnek, uh-huh, vagy nem? Tehát 1-0, teljesen minális. Igen, igen. Viszont nem, tehát a komoly írásoknál nem az volt a baj, hogy nem érdekel visszacsatolás, hanem az, hogy egyöntetűen az jött, hogy ne. Nem az, hogy nem azt írták, hogy rossz. Jó, várjál, rosszul kérdeztem én ezt a dolgot. Oda akarok kiukadni, hogy számít-e másoknak a véleménye, változtatsz-e amiatt, vagy a saját magad megítélését az befolyásolja-e, vagy egyébként teljesen tudatos vagy abban, hogy én ilyen vagyok, Dombóvári István, én ilyen vagyok, ez van, ezt teszitek. Volt ilyen korszakom is, volt olyan korszakom is, most ott tartok, hogy egy egészséges mértékben azért, hogyha hál az égnek, hogy az oldalamon van egy csomó ilyen törzs kommentelő, akik, uh-huh, ilyen ismeretlen ismerősök, akik nem csak azért jönnek oda, hogy odaírjanak valami csúnyát, hanem komoly beszélgetések folynak ott. Uh-huh. És hogyha valami tényleg konstruktív, és nem csak ez a csípőből fikázás, hogy meg se nézem, mert úgyse lesz jó, uh-huh, típusú, vagy el se olvasom, mert úgyse lesz jó, akkor én azt megfogadom. Én változtatok rajta. De csak úgy automatikusan nem, hogyha valaki azt mondja, hogy nem tetszett, akkor azért nem fogom kidobni, meg átírni se. Aha. Valahol a kettő között, tehát meg kell hallgatni. Most jutottam el odáig, hogy már ilyen műsor kommenteket, hogyha egy cikk jelenik meg rólam, vagy egy tévéműsor, ami nem az én oldalamon van, azokat már nem olvasom el. Uh-huh. Mert az meg tud bántani, amikor egy profilkép nélküli kitalált valaki csak azért energiát fektet abba, hogy csináljon egy kamu oldalt, hogy neked valami durvát odaírjon. És tényleg durváról beszélek, nem az, hogy nem tetszett a műsorod. Hanem... Jó, nem azért el tudom képzelni, milyenek, dögölj csak... meg. Semmi keresni valód nincs. Tehát rengeteg harag van az emberekben, rengeteg gyűlölet. Én mindig azt szoktam mondani, amit én csinálok, azt nem kell irigyelni. Én az irigységnek egyetlen verzióját tudom elfogadni. Ha olyan dologra vagy irigy, ami neked soha nem lehet. Mit tudom én? Magasabb nem lehetek soha. Én jogosan vagyok irigy, mondjuk Hajós Andrásra. Most csak a magasságáról beszélek. De minden olyan, amit egyébként te magad is elérhetsz arra, az nem lehet irigy. Az hülyeség. Ennek nincsen relevanciája semmi. És nyugodtan, a Duma Színház mindig arról volt híres, hogy ez egy abszolút open stage, ez nem egy belterjes valami, itt nem, hogy nem lehet bejutni, hanem nyitott ajtóval várunk mindenkit. És hát ugye nem jöttek olyan sokan azért, hogyha belegondolsz. Hát nem sokan maradtak, sokan jöttek, nem sokan maradtak meg persze. Akkor nem sokan maradtak meg. Szóval azt akarom mondani, hogyha valaki Duma Színházas, vagy valaki stand-up komedis akar lenni, megteheti, megvan rá lehetősége. Ugye nem csak Budapesten, hanem az ország összes nagyvárosában van Duma Színház, fel tudja velünk venni a kapcsolatot. Itt, tehát humorista bárki lehet, azt mondom, azt nem mondom, hogy jó is leszünk, meg is marad, de ez nem egy olyan dolog. Én nem lehetek Beyoncé háttérénekes, az biztos nem tudom neked elintézni. Uh-huh. De humorista lehet. Akár. És te mi lehetsz? Te a saját életedet nézed valamennyire egy ilyen hosszabb távú dologként? Én az egész életemet alárendeltem ennek, uh-huh, és... vannak pillanatok, amikor megbánom, van, amikor meg nem. Azok milyen pillanatok? Amikor így látom, hogy 37 éves vagyok, nincs családom, nincs gyerekem, ilyenek. És igazából, mint magánember nem tartok sehol. Én le vagyok abszolút maradva. És utóbbi 11 évet ebbe töltöttem, hogy építgessem, nekem sokkal nehezebb is volt ráadásul.
És micsoda? Most egy kicsit, hát előbbre haladni. Miért? Előbbre jutni. Miért volt neked nehezebb? Mert itt is rögtön, itt is előreítélés volt azért. Tehát azért itt a sztárokat, nem a nézők, itt gyakorlatilag kijelöltük magunk között. Kategóriákra osztottak minket, kvázi, vagy osztottuk magunkat, fene se tudja. És ez tipikusan, tehát címkéket kaptunk a homlokunkra, és az azért meghatározta az utóbbi éveket. Abszolút meghatározta. Gondolod, hogy nem az, amit te a színpadon csinálsz, vagy amit egyébként a közönség valóban lát belőled, az nem az a meghatározó? Nem. Nem. Először is ahhoz, hogy a nézőbe tudja jönni az előadásra, kell, hogy legyen előadásom, aha, ami hát nem olyan régóta van. Kell, hogy megjelenj fórumokon, platform kell, hogy legyen. Én a nagy Duma Színházas plakátról is lemaradtam. Nem vagyok rajta. Az óriásin. Kérdeztem, hogy miért, azt a választ kaptam, hogy telefonos egyeztetési problémák merültek fel. Ez milyen válasz? Szóval ez rá lehet fogni megint, hogy valószínűleg az élet fonákját nézem, meg megint egy depis megközelítés, de banyek, lehagytak róla. Nem egyenlő esélyekkel indultak nálunk a humoristák, valamint a belső szabályokat se egyformán alkalmazzák mindenkire. És egy jó darabig bántott, meg nyavajogtam, aztán szépen saját kezembe vettem a dolgokat, és most azok a projektek, amik most futnak, és ami miatt talán egy kicsit divatosabb vagyok, mint az elmúlt 10 évben bármikor, azt egy teljesen más mellékvágányon én magam értem el. És na, hát ez körül... látod, ez amit mondtál, hogy amit nem érhetek el, arra lehetek irigy, de amit elérhetek... Ezt el lehetett érni. Aha. Csak ki kellett lépni ebből a nagy bűvkörből, várjuk, hogy mi lesz belőle, és hogy előbbre jutsz-e. Hát én a mai napig a Duma Színházon belül én B-kategóriás vagyok, én egy közepes humorista vagyok. Ez meghatározta a hozzáállásomat, meg ugye az egészet az utóbbi években. Uh-huh. Viszonyában beszéltek már többiek is, hogy nálunk kategóriák vannak. Lehet, hogy nem, akkor én mondom. És én soha nem tudtam kilépni a B kategóriából. Ne tőlem kérdezd meg, hogy ez miért van, kérdezd meg másoktól, hogy vajon miért. Nem tudom. Azt se tudom, hogy miért kell kategóriába sorolni. Azt se tudom, hogy miért nem a néző dönt. De nem így van. Tehát szerinted ez nem elég ok a morgásra? A jus murmurandi? Hát azért a morgásnak a joga az maradjon meg. De morogjál, persze. Hát figyelj, most kezdjek el én is mesélni arról, hogy én mit csinálok, meg nekem, hogy megy az életemben az, hogy... Beszéltünk erről sokat. Tehát pont erről beszélek, hogy a küzdelem az a napi rutin része. És én nem vagyok egy spártai harcos. Tehát én örülnék neki, hogyha ez nem így lenne. Én nem akarok már helyeken lenni. De könyörgöm, tehát ahhoz, hogy érvényesülj bármilyen szempontból, divatosnak kell lenned, és nem mindenki akar minden áron divatos lenni. Uh-huh. Én soha nem leszek divatos. A fizimiskámból, az egész attitűdömből adódóan egyszerűen nem leszek. Nem leszek. Hát mindenkinek megvan a maga problémája vagy démonja, amivel küzdeni kell, és azon pörög egyfolytában. Persze. Mindenkiben. Persze. Tehát, hogy ahogy azt látod, hogy mire lehet, vagy érdemes, vagy nem érdemes irigynek lenni, ha egyáltalán van ilyen. Tehát, hogy szerintem az fontos, hogy elfogad másoknak ezeket a mániáit, vagy beállítódásait, hogy ő úgy szemléli a világot, és egyszerűen benne minden úgy csapódik le. De az én démonjaim nem csapódnak ki sehova. Én még szerintem bajt nem okoztam. Én még nézd, azzal se okoz ő bajt, ha elmondja, hogy neki az a véleménye, hogy neki valami fáj. Az neki fáj, az benne fogalmazódott nekem meg. Nekem persze, mindenki fájdalma egyformán ugyanúgy fontos. Nekem nem vagyok én ennyire egó. Csak például ott van a roast, ahol... amit szintén félreértik az én szerepemet benne. Én ugye minden poén arról szól, hogy én milyen kövér vagyok. Tehát megkértem őket, hogy ne erről szóljon már minden második poén, és egyből kaptam, hogy érzékeny vagyok, meg nem, meg ezért akkor ne csináljam. De én mondtam nekik, hogy ennél rosszabb, de én magam megírom. Legyen már szó, legyen az, hogy meleg vagyok, legyen az, hogy mit tudom én, szadomazó. Tehát csak hogy nem mindig ugyanaz a rúgó. Csak hogy ez a három dolog, ami igen. veled kapcsolatban fölmerül. Nem mindig ugyanaz. Ugyanaz a lemez. És ez is. Persze mindenkit felőrölt ez. Azért gondolj bele, hogy a legrégebbiek már több mint 10 éve csinálják. Uh-huh. Ennek volt ilyen szakasza, volt olyan szakasza. Uh-huh. A legnagyobb bánatom az mégis az, hogy én akárhol voltam az életemben, én barátkozós vagyok. Aha. És engem szoktak szeretni. És ez az első munkahelyi társaság, ahol nem sikerült, hogy megvetnem a lábam, sajnos. Nem nagyon. Egy-két, vannak jó barátaim,
de úgy unblock nem sikerült megkedveltetnem magam. Nyilván én is tettem ezért, én ezt pontosan tudom. De ez az első ilyen társaság, ahol úgy nem úgy fogadtak be, mint ahol mindenhol máshol. Hát a katonatársaim mai napig kapcsolatban vagyok. Én voltam a szobaparancsnok, ugyanez van a suliban. Hát jó, de egy ilyen helyen azért másfajta, meg valószínűleg erősebb egók gyűlnek össze, mint bármilyen minden más munkahelyen. Egy kollégiumi szobában is rengeteg egó van. Igen, csak itt abból éltek, hogy az egótokból árut csináltok. De azt nem értem, hogy két stand-uposnak soha nem kell egymással vetélkednie, hiszen ez one-man show. Mi az? Hát egyedül vagyok a színpadon, az a 20 perc az enyém. Én nagyon szeretem, amikor... A nézőt nem érdekli az, hogy mi volt előtted. Az a te 20 perced. Aha. Egy háttértáncos jogosan féltékeny az előtáncolókra. Hát ők konkrétan eltakarják őt, sose fogják úgy látni. De egy one-man show, hát mire felirigykedjünk a másikra? Hát nehéz dolog ez. Tehát, hogy szerintem például nagyon érdekes hallgatni azt, amikor csak úgy egyébként az életben beszélget két stand-upos. Igen, érdekes. Mert vannak olyanok, akik egyszerűen még mindig színpadon vannak, és egyszerűen egy licit megy, hogy még a magánbeszélgetésben is én vagyok a jobb. Ja, igen. Van ilyen kollega, igen, aki folyamatosan figurában van. De ő abba is van. Rólam meg sokan azt hiszik, hogy én még figurában vagyok, és én meg már nem. Mm. Ők azt bizonyítják, hogy tehát mindenki megpróbálja bebizonyítani, hogy nem az van, ami. Persze érdekes. Nagyon jó közönségem például a Janklovics Peti, akinek csak elmesélek valamit az életemből, és úgy röhög, konkrétan tudod, hogy röhög a Janklovics? Tudom. Szakad. Igen. És komolyan könnyes a szeme. Janklovics, amellett, hogy nagyon kedvelem, meg egy nagyon tehetséges előadó, meg színész, marha jó közönség. Uh-huh. Az is marha jó ám, hogyha jó közönséged van. És emlékszem rá, hogy amikor műsoron találkozunk, nagy ritkán, hogy be vagyunk osztva a Corvinba együtt, és akkor elmesélem neki, hogy idefele mi történt, úgy röhög, hogy kész, azt mondja, remélem ezzel fogok kezdeni, hogy ezt mondjam el. És elmondom, és a közönség gyűlöli. Ebben annyiszor... Na ennyit a Janklovicsról. Nem a Janklovicsról. Jó, hát? Tudom, persze. Nem, szóval a Peti nagyon sok minden erről. Emlékszem rá, hogy van egy csomó olyan kedvenc sztorim, nem kedvenc sztorim, ilyen élettörténetek, a saját életemből, uh-huh. amiket annyira szeretnek egy-két kollégám, hogy elmondatják velem. Aha. És én elmondom szívesen, és amikor harmadjára elmondom, és látom, hogy tetszik nekik, a saját kollégáimnak, akkor úgy döntöm, hogy hát akkor ezt mégiscsak a közönségnek is, hát csak előadó vagyok, uh-huh. és előadom, és teljesen, tehát ez a... És akkor nem szeretik. Uh-huh. Nem szeretik. Valahogy megvan körülbelül, hogy mit szeretnek. Más valószínűleg az a tudás, amire rakod ezt a sztorit a kollégáknál, meg a közönségnél. Tehát... És az is durva, hogy tényleg fel kell építeni a sztorit. Tehát csak a valóság önmagában nem elég. Én nem azt mondom, hogy soha nem adtam elő kitalált történeteket, meg nem tudom ki, hogy dolgozik, ez mindenkire rá van bízva, de muszáj egy kicsit csavarni rajta, meg hozzátenni. Uh-huh. Az önmagában nem vicces. Tehát az én autóellopásos történetem se vicces, hogy ott őrjöngve rohantam a kocsi után, amit éppen akkor loptak el, és másnap megtaláltam, és éjszak ott bolyongtam az utcán egy rendőrségi papírral a kezembe, uh-huh. mert a kocsiba voltak a lakáskulcsaim, és nem tudtam bemenni. És másnap meglett a kocsi, és egyből az egész egy más színezetet kapott, rögtön sztori lett belőle. És aznap este fellépés volt, és már meséltem is a színpadon. Uh-huh. Aznap. Még ott volt a rendőrségi papír a kezembe. Uh-huh. Ez talán a jó, hogy egyfajta terápiás jelleg ez, hogy itt, és ezért nem kell szerintem egy stand-uposnak pszichiáterhez járni, jobb esetben, hogyha nincs is gondja, hogy azért van lehetőséged, hogy ezt így elmeséld, és figyelnek rád. Az is lehet, hogy nevetnek. Erre jók az önálló estek, mert ott nem kell állandóan poén-poénra tenni, mint egy több szereplős esten, uh-huh. amikor arra jönnek az emberek, hogy tényleg mindenhol legyen poén, hanem tudsz sztorit mesélni is. Tehát egy csomó kollégámnak is vannak olyan blokkjai, ami 10 percig, tehát nem vicces. Aztán meg akkora poén van a végén, hogy leszakad a ház. Uh-huh. És ezt csak a legnagyobbak merik megengedni maguknak, tényleg. Akit nem zavar az, hogy 5 perc eltelt, és nincs poén. Mert tudja, hogy a végén olyan lesz, hogy durr. És na, ez már valami. Te kitől tudsz tanulni?